10 millió forintot nyert a Szent Orsolya Gimnázium az audiovizuális emlékgyűjtés című uniós pályázat megvalósítására. Az intézmény szerdán tartotta az életinterjú elkészítésének úgynevezett szakaszzáró rendezvényét. Hírek röviden. A projekt során az iskola diákjai életinterjúkat készítenek a 20. század második felének szemtanúival, az iskola történetéhez kapcsolódó személyekkel, az 1945-56 közötti stálin típusú diktatúra áldozataival, az 56-os forradalom helyi résztvevőivel, valamint a rendszerváltozás soproni szereplőivel. Mivel ezt a korszakot csak a, a gimnáziumi, évek legvégén tanítjuk, egy felkészítő szakasznak kell megelőzni az interjúkészítést, tehát beszélgettünk arról, hogy, hogy, mit tudunk már erről a történelmi korszakról, illetve mi az, amit még érdemes tudni. Most a már elkészült munkákról számoltak be társaiknak a résztvevők. Áprilisig több mint fél száz interjút készítenek majd el a fiatalok. Ciceróval már nem tudunk beszélgetni, de alapvetően itt olyan emberekkel beszélgetünk, akik a történelmet formálták. Tehát ennél hitelesebb szájból adott esetben az információt nem is mint a, a történelmi Az elkészült interjúk a Terrorháza múzeumban, illetve az emlékpontok.hu honlapon lesznek elérhetőek.